Nagynak lenni és kicsinek látszani, ez a Szentgyörgy lovagrend mottója. A szervezet tagjai tavaly a délvidéken, idén a felvidéken folytatnak karitatív tevékenységet. A tavaly téli szekszárdi ételosztásuk sikere további akciók megszervezésére sarkalta a lovagrend tagjait. Akkora sikere volt a tavalyi szarvasgulyásnak, hogy azt gondoltuk, hogy mindenféleképp egy ilyen hasonló tartalmas, és valami igen finom étellel kéne előrukkoljunk, és ez elég kézenfekvő volt, annyi dicséret kaptunk érte. A lovagrend tagjai nem kifejezetten a hajlék nélkülieket várták, minden rászorulónak szívesen osztottak az ételből. Bárki ide jöhet, alapvetően azt mondtuk, minden rászorulónak, nem csak hajléktalanoknak, minden rászorulónak, akár kisnyugdíjasnak, aki nem tud egy ilyen ételt enni, szeretne társaságban lenni. Egy idős hölgy itt volt velünk, aki beszélgetett, szegénynek elment már a férje, egy kis jó szót akart itt hallani, beszélgetni velünk, itt lenni, megkínáltuk egy kis nápolyival, jól érezte magát, visszahívtuk ebédelni, vissza is fog jönni hozzánk. Közel 300 adag készült a szarvasgulyásból, ami mellé még édességekkel is készültek a szervezők. Hálásom, köszönöm. Nagyon jó.